a közfoglalkoztatási programban kiemelkedően teljesítő önkormányzatok képviselői vehettek át elismerést a napokban Budapesten. Az esemény után, szerda délután Békés Csabán is bemutatkoztak az érintettek. Három munkaelemben, három programelemben dolgoztunk az idén. A sajtótájékoztatón a csorvási polgármester Barát Lajos arról beszélt, hogy idén 150 embernek adtak munkát, ők többek között seprűkötéssel, drótfonással és biotéglagyártással foglalkoznak. Nem sok lehetőség nyílik ezen településen a foglalkoztatásra. Kevermes közel 2000 lakosából 227-en végeztek ilyen munkát. Ők fontos szerepet játszottak a lakhatatlanná, üressé vált házak lebontásában, a terület újra művelhetővé tételében. Vésztőn a mezőgazdaságra helyezték a fő hangsúlyt, kertészeti zöldség és szántóföldi növénytermesztés mellett állattartással is foglalkoznak. Toldi Balázs szerint nem csak Gyomaendrőd városképe, hanem a közfoglalkoztatottak megítélése is nagyot változott. Több mint 25 ezer tő virágot sikerült közfoglalkoztatásban előállítanunk, ezt mindet sikerült kiültetnünk, és azt gondolom, hogy egy csapásra megváltozott a közfoglalkoztatásnak a megítélése a településen. A támogatott foglalkoztatás mellett az érintettek képzésekben is részt vehettek, melyek javítják munkaerőpiaci esélyeiket. A közfoglalkoztatást mi tulajdonképpen nem célnak tekintjük, hanem egyfajta eszköz, mégpedig annak az eszköze, hogy az emberek a közfoglalkoztatás időtartama alatt képzésben részesüljenek, és a képzés után pedig elhelyezkedjenek az elsődleges munkaerőpiacon. A kormány megbízott azt mondta, az érintettek mellett ezek a díjak egész Békés megyének szólnak. Itt a közfoglalkoztatás fogalma egyre inkább az értékteremtő munkával párosul. Azoknak az önkormányzatoknak is egy lehetőség, akik ezeket a közfoglalkoztatási programokat meg tudják hirdetni, és azt gondoljuk, hogy az egész társadalomnak egy lehetőséget jelent, és mi egyből összetudtuk a közfoglalkoztatási programokat és az értékteremtő tevékenységet kapcsolni, mint fogalmat, és mi az első perctől kezdve tudtuk azt, hogy ezekben a programokban igenis olyan produktumok fognak létrejönni, ami valóban értékteremtő és hasznos az egész közösség számára. A közfoglalkoztatásra szánt keretösszeg az elmúlt években bővült. Békésben idén meghaladta a 18 milliárd forintot. Ezen összeg felhasználásával a térségben több, mint 21 000 hátrányos helyzetű ember talált munkát.